12 méter szélesek, egyenként a súlyuk 165 tonna, s az első három már meg is érkezett a Dunán haladva a budapesti Cseperről. Összesen 37 ilyen acélelem alkotja majd az új, a Dunán átívelő Komáromi hidat. Többé-kevésbé erre jön az úttest, ez már végleges, sőt, a híd alatti gyalogos híd is, és gyalogosan bejárva lehet ellenőrizni a hidat. Már azt is felszereltük, lerakják az egyik részt, aztán a másikat, összeforrasztják, majd odébb tolják, majd jön az újabb, azt is összehegeztik, és tulajdonképpen a hídnak a több mint fele így lesz áttolva a szlovákiai oldalra. Ideiglenes segédjárom lesz az, ami a víz fölött tartani fogja ezeket a vízszintes merevítő elemeket, ezeket összehegeszik, és utána elindul a szlovák part felé. Hát ez az egyik leghosszabb folyamata a hídépítésnek, az idejében biztos, hogy nem fog befejeződni, inkább a jövő év tavasza lesz, amikor mind függőlegesen, mind vízszintesen már tavasz vége, amikor látjuk azt, hogy ez a híd szerkezet, ez hogyan is fog kinézni. A híd egy része a szlovákiai oldalon marad, amíg nem épül meg a 118 méteres pilon, melyből 95 méter kiemelkedik a víz. Erre teszik rá acélkötél segítségével a 600 méter hosszú vízszintes részt. Amikor a pilon egy része elkészül az első kábelekig, addigra kész lesz a híd vízszintes része, akkor a hidat betoljuk a pilon mellett, és fokozatosan rátesszük a kötéldrótokra. A szerelés folytatásaként az egyes részeket kötélen, daru segítségével emelik fel és forrasztják a már kész konstrukcióra. Most egy kis késésről beszélnek. Mivel a meder talajának összetétele, amelyre hivatkozva a politikusok éppen a városnak ezen a részén kezdeményezték a hídépítést, más, mint feltételezték. Legfeljebb három hónapos csúszásról van szó, de nincs döntő jelentősége. Más volt a talaj, mint ahogy azt a projektben feltételezték. Az, hogy ez csúszást okoz-e, azt majd ki kell értékelni a további munkafolyamatokat, hogy hogyan lehet behozni ezt a nehézséget, ami ugye az ütemterv szerint egy picit tovább tartott a munkaterület határolás, szátfalak leverése, mint az eredeti ütemtervben volt, de azért jól felkészült kivitelezők végzik ezt a munkát, úgyhogy biztos lesz majd ötletük arról, hogy milyen folyamatokat tudnak gyorsítani. A 90 millió euró értékű híd a tervek szerint 2019. december végéig készül el. Nem túl szerencsés időpont, nem csak a karácsony, hanem a tél miatt is, így minden késés, ha lenne, a további hidegbe kényszerít minket. Emellett jöhet nagy víz, vagy éppen fordítva, és alacsony víznél a csónak nem úszhat, de jöhet nagyon fagyos időjárás, amely igencsak nehezítené a hegesztő munkákat, mindent le kéne takarni, melegíteni. Az acél elemeket a visegrádi országokban gyártják. A pilon részei Csehországban, az acélkonstrukciót Lengyelországban, illetve egy részét az egykori komáromi hajógyárban. Az egyes részek befejezése és három rétegű festése Budapesten zajlik.